2015-ben vetődött fel először a decentralizáció kérdés a Beregszászai Jársi Tanácsban, akkor alakult is egy munkabizottság, de végeredményben tehát nem tudtunk nem tudtok azt elérni, hogy egy egységes álláspont alakuljon ki, és mindenki elkészítette a maga kis változatát a jövendőbeli egyesülésről. Tehát ezért forog ma Kezünkbe többféle uh, variáció is, amelyet végül is nemrégen a uh, Kárpátai Megyé Tanács uh, távlati tervében elfogadott. Tehát uh, a legfontosabb kérdés természetesen az, hogy uh, mit nyernek, vagy nyernek egyáltalán a uh, tanácsok, a községek is, a városok lakói uh, ezáltal. Tehát úgy gondolom, hogy uh, valóban szükség van az igazi decentralizációra, hisz eddig csak feladatot kaptak az önkormányzatok, pénzt nem nagyon. Így mindenki abban reménykedik ma, hogy az újonnan megalakult kistérségek, majd tudják kellőképpen finanszírozni az intézményeiket és az infrastruktúrát. régen szerveztük a soros Beresztasz jársi tanács hűlészakát, ahol többek között felmerült a szükségessége, ezt a, a magyar frakció kezdeményezték, tehát annak a szükségessége, hogy e, nyilatkozzunk és kérjük e, kilakítását egy olyan járásnak, amelynek Beregszász lenne a központja. Tehát e, nézetünk szerint e, Beregszásznak megvannak a hagyományai, történelmi előzményei, szociális, gazdasági kérésekben se nem áll rosszul. És éppen ezért értetlen számunkra, hogy a négy megyei jogú várostból az előzetes tervek szerint miért éppen Beregszáz városát felejtenek ki az illetékesek. A bizottsági üléseken ez a kérdés hát is ment, Végül is azonban felvetődött, hogy azon egyeztessünk Beregszász városával, mert végül is ők rólak van szó, tehát nekik igazából húsba vágó ez a kérdés, és közösen támogatjuk azt a kérést, követelést, így is lehet mondani, hogy az újonnan kialakítandó járásoknál vegyék figyelembe azt, és tegyék lehetővé, hogy egy olyan összevont járás is, létrejöjjön, amelynek Beregszász lenne a központja. Tehát nézetünk szerint ez így lenne igazságos. Arról van tudomásunk, hogy négy új összevont járást kezdeményeztek, azt hiszem, hogy Kijevbe, tehát ez, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi 13-at összevonnák négyre. De hát végül is ez nem dogma még, tehát szerintünk lehetne akár ötödik is, hisz a, a magának, a kárpátaljának a területi berendezkedése is ezt lehetővé tenni, és ebben az esetben úgy gondolom, hogy nem lenne semmi akadálya annak, hogy egy újon járás jöjjön létre, amelyiknek 100 lenne a központja. Nemrégiben zajlott le a Kárpátai Határmenti Önkormányzatok Fóruma múlszombaton, ahol újból felvetettük ezt a kérdést, és a fórum résztvevői, főképpen a polgármester, önkormányzati dolgozók, tehát együttetően támadták is ezt a nyilatkozatot, hogy kérjük, és követeljük, hogy Beregszáz központtal is alakuljon egy új járás a decentralizáció során. Annyit tudunk, ami objektív és tényleges, hogy a szőlőség járási tanács elfogadott egy nyilatkozatot, amelyben tehát saját utat jelöltek meg az elkövetkező decentralizációs folyamatokban, tehát az, hogy Beregszázhoz csatlakoznának-e, igazából ebből nem tudok érdemlegesen nyilatkozni, hisz hivatalos tárgyalások, megbeszélések nem kezdődtek, de szerintem van rá esély, mert úgy tudom, hogy az jövőbeni elképzelélt helyüket tehát ők másképp gondolják, vagyis azt, hogy nem szeretnék nek 20 csatlakozni, amiből az ered, hogy akkor talán hozzánk másik irányba mozdulnának el.